Olyan örömmel cigányt kerekeztem volna be ide a színpadra, hogy stílszerűen konferáljam fel következő vendégeimet, de ismerem a saját korlátaimat, jó estét kívánok, úgyhogy maradok két lábbal a földön. Nem úgy, mint vendégem, aki állandóan a föld felett repked, szaltózik, ugrál, gyakorlatilag tényleg soha nem érik a lábai a földet, ráadásul eközben énekel, és állandóan fülig ér a szája. A kollégái nagyon imádják, mert hogy mindig vicces, és mindenkihez van egy-két jó szava, és ugrik, hogyha segíteni kell. Az a helyzet, hogy én nem ismerek olyan embert a környezetében, aki ne szeretné, és azt hiszem olyan embert se, akinek ne varázsolna mosolyt az arcára. És ez mindjárt önökkel is megtörténik, hogyha megnézik a róla készült rövid videót. Pacsirta. Pacsirta. Mivel indítod a napod? Kávé. Félig tele vagy félig üres a pohár? Félig tele. Marha pörkölt vagy languszta? Marha pörkölt. De ért a languszta is. Mit nézel meg először egy férfin? Hát hogy néz ki? Kit hívsz először, ha baj van? Lányomat. Ha férfi lennél, ki lennél? Brad Pitt. Szép. Mi a kedvenc időpocsékoló tevékenységed? Fárasztás, a saját magam kifárasztása. Ki volt rád nagy hatással? Apukám. Melyik filmet láttad a legtöbbször? Amit nagyon szeretek, az a Ben Hur. Mivel lehet felbosszantani? Én egy nyugodt természet vagyok, de sok mindennel. Táncolás vagy varrogatás? Táncolás. Klasszikus vagy modern operett? A klasszikus operett modernül. Gödöllő vagy Budapest? Gödöllő. A Krizsó színpadán fogadják nagyon-nagyon sok szeretettel Oswald Marikán. Foglalj helyet! Köszönöm! Semmi cigánykerék, csak úgy bejöttél. Eljön annak is az ideje, de nem most. Igen. Magadról szoktad azt mondani, hogy te vagy az ország bohóca. És én csak abban bízom, hogy ezt a jó értelemben mondod magadról, és nincs mögött semmi pejoratív, mert szerintem ez olyan nagy dolog, hogy valaki képes másokat nevetetni, és arra teszi fel tulajdonképpen az életét. Igen. Tehát tulajdonképpen a dráma és a vígjáték között nem sok különbség van. Most például egy bohózatot játszunk, de abban is nagyon-nagyon sok drámai pillanat van. És az a jó, hogy egy színésznő mind a kettőt tudja, és én érzem magamban azt, hogy nagyon érzelmes is tudok lenni, meg nagyon vidám is. Ez az energia bombaságot, ezt hogy tudod magadban most már állandóan fölrobbantani évtizedek óta? Azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen nem a testem koordinál, hanem az agyam koordinálja a testemet. És hogyha én azt érzem, hogy valamit meg kell csinálni, és valamit olyan nagyon szeretnék, és nagyon akarok, tehát hogyha azt mondják, hogy mit tudom, én oda másztak fel, és ugorjak le, akkor leugrok, hát most már azért lehet, hogy összetörnék, de akkor is úgy esnék, érted, hogy megkeresném azt a pontot, ahol a legkevésbé sérülök. Tehát úgy érzem, hogy én mindenre képes vagyok, amire más ember. Úgy érzem. Tehát meg kell tudnom csinálni mindent olyat, amit más ember is megcsinál. És akkor ez megadja azt az indítatást, tudod, hogy úgy mindent energikusan csináljak. Hát egyébként azért nem mondott nagyon nagyot Marika, mert hogy én nem tudom, hogy tudják-e, hogy ő toronyugró volt, tehát 5 méter magasból csak úgy szaltózott bele igen, a vízbe. Igen. De hogy kerültél te az ugródeszkára? Én nagyon szerettem minden olyan dolgot csinálni, ami a testemmel kapcsolatos, a mozgással kapcsolatos, és mivel hogy a szüleim is ugye színészek voltak, és remek művészek voltak, színház közelébe voltam egész életemben, láttam a táncos nőket, éreztem, hogy dolgoznak, és szerettem volna én is mindent úgy csinálni, ahogy ők.
És akkor apukámnak szóltam, meg anyukámnak, hogy én szeretnék táncot tanulni. Akkor elvittek engem egy Utasi Gizi néni nevezetű tánctanárnőhöz, aki megtanított engem steppelni, tornázni, balettezni, tehát egy nagyon csodálatos dolog volt. De még azt is kevésnek éreztem, mert az iskolában, ugye a tornaórákon láttam, hogy a lányok milyen hajlékonyak, milyen szépen csinálják a hidat. Én is hazamentem. Én nem voltam soha hajlékony, csak rugalmas voltam. Itt be akartam törni a derekamat, és mentem le, estem fejre, vertem be a fejemet, mindent, de addig csináltam, míg aztán összejött. És akkor egyszer anyukám összetalálkozott, a Nagykarcsi bácsinak hívták, kint a sportuszodában ő tanította ezt a toronyugrást, és akkor anyukám biztos mondta, hogy elég mozgékony vagyok, és akkor mondta, hogy hát vigyen engem le a sportuszodába, és akkor ott ő majd foglalkozik velem. De annyira jól sikerült, és annyira jól ment a dolog, hogy tulajdonképpen lehet, hogy már az első év végén, vagy második végén én ifjúsági toronyugró bajnoknő lettem, mert csak hárman indultunk. Úgyhogy, és akkor így kipróbáltam azt is, de különben nem féltél? Tehát, hogy én még nézni is rettegek, amikor azt látom, hogy a magas... Nem, nincs bennem ilyen félelemérzet. És tehát szertornáztam is, ott gerenda, felemás korlát, de mindent csináltam, imádtam mozogni. Mondtad, hogy anyukád is, meg apukád is színészek, hiszen mindketten az Operett Színházban is felléptek. Tehát ez gyakorlatilag eleve elrendelt volt, hogy te oda mész, soha nem akartál semmilyen polgári foglalkozást magadnak? Nem gondolkodtam ezen a dolgon én, mert olyan egyértelmű volt. Mindig azt szoktam mondani, hogy mint ahogy szomjas az ember, akkor utána nyúl egy pohár víznek, most nem vagyok szomjas, nem nyúlok, de hogy annyira egyértelmű volt ez a dolog, hogy én ezt a pályát akarom csinálni. Persze a szüleim hát felvilágosítottak, hogy ez nem úgy van, mert láttak, hogy van tehetségem, de sok minden máson is múlik az, hogy milyen szorgalmas az ember, milyen kitartó, mennyire empatikus képessége van, hogy a rendezőnek hogy tud megfelelni. Szóval nagyon sok dolognak kell megfelelni a tehetség mellett. És ugye ezt ők nem látták, mert ugye szertelen voltam, meg nem tudom én micsoda, hogy van-e bennem olyan kitartás, meg minden. De különben a tehetségedet azt honnan látták? Tehát mi az, amikor el megmutatkozott? Hát honnan, már 3 éves koromban, meg talpra esett voltam. És már 3 éves koromban, mert Debrecenben voltak akkor 60-ig a szüleim, ott voltak szerződésben, és akkor én nagyon magamutogató voltam, már akkor kezdődött ez az egész, aztán úgy is maradt, hogy én lementem, ott a házunkban volt egy patika, én oda bementem, persze ismerték a szüleimet, hát ott apukám játszott az összes főszerepet, meg anyukám, meg minden, és akkor én ott bementem a patikába, és akkor láttam, ott fintyeregtem, meg minden, és akkor mondták, hogy Marika, énekelj! Mondtam, jó, énekellek, de csak gázsiért. És akkor szépen én tenyeremet tartottam, de ugyanez volt a cukrászdában, és mentem haza, nát kaptam nagy gyepálást, ugye, mert hát apukám még szégyelték, hogy jaj, milyen lányuk van, meg tehát mindenütt. És akkor, amikor elkezdődött már az iskolai dolog, akkor minden versenyen részt vettem, az osztályban is, hogyha nem akartunk felelni, vagy valami volt, akkor valaki fölkiáltott, hogy Marika, csinálj valamit, vagy valamit, és akkor fölpattantam a padra, és ott steppeltem, meg énekeltem, 10 perc elment az órából. Úgyhogy tehát minden módon szerettem megnyilatkozni, mert tetszett ez a dolog. Úgy fogalmaztál, hogy azt nem tudták a szüleid, hogy vajon a kitartás, meg a szorgalom, igen, az majd meg lesz-e benned. Tehát azért például, igen, anyukádnak sokat kellett igazából várni arra, hogy nagy szerepeket kapjon, mert ezért egy jó darabig nem ő volt az első. Nem, az nem, első úgy, nem úgy volt. Anyukám gyerekszínésznő volt, és hatalmas sztár volt annak idején, és nagyon ügy, csak mikor fölkerültek Pestre, akkor itt Pesten ugye annyian voltak előtte, és akkor ment lejjebb ő neki. De az már abban az időszakban volt, amikor már én serdültem, és akkor ugye anyukám játszott a Mosolyországában a Mit, és akkor lehettem olyan 14 éves, és
az osztálytársa, ami állandóan beloptam a színházba, néztük előadásokat, meg minden, és akkor mondtam, hogy jaj, édes Istenkém, de jó lenne, hogyha én egyszer eljátszhatnám ezt a Mosoly országába, mit majd anyukám után. És nem sok év telt el, talán 5, mert már 19 éves koron, 19 és fél éves lehettem, amikor megkaptam mi szerepét az Operett színházba, apukám oldalán. Tehát apukám volt a Szucsong, és én voltam az ő húga. És ez egy olyan katartikus élmény volt, hogy azt elmondani nem lehet. Csodálatos volt, csodálatos. Ráadásul nem happy endes az Operett, tehát tragikus a vége, de olyan szép volt, olyan gyönyörű volt, és olyan jó volt apukámmal játszani. Anyukámmal is játszottam, aztán még egy tévéfilmet is csináltunk együtt anyukámmal, csak azt valahogy letörölték, én nem tudom, az már nincs meg. De amikor azt mondtad az előbbi kis videónkban, hogy ki volt rád legnagyobb hatással, akkor egyből az apukádat mondtad. Igen. Ő mivel volt jobban? Mert apu egy nagyon... Anyukám egy ilyen földre szállt angyal volt, tehát ő volt a megtestesült szeretet, a lélek, a minden. Apukám meg egy ilyen spanyol grand volt, ilyen tiszta temperamentum, mulatos, és filozófikus volt. Tehát olyan volt, én állandóan kikaptam, én mindig rossz voltam, de nem úgy voltam, nem. Azt mondta, hogy nem vagy rossz, Marika, csak olyan szertelen vagy. És akkor, de volt türelme. Tehát ő leültetett maga mellé, még volt úgy, hogy oda is suhintott egyet, kaptam egyet, kettőt, vagy el voltam keseredve, és írtam, velem együtt sírt. Na de akkor utána leültetett maga mellé, és akkor a Szent Pál apostol levelei a korintosziakhoz ment 3 órán keresztül. Marikám, hogy lesz belőled ember? Hát mit csinálsz? Hát nem látod, hogy megszakad a szívem, hogy te ilyen vagy. És én, szóval nagyon nagy hatással tudott lenni rám, mert törődött velem, tudod? És nagyon sokat tanultam tőle. Szakmailag is sokat tanultam, de soha nem úgy, hogy megmondta, hogy most ezt kell csinálni, vagy azt kell csinálni, hanem akkor azt mondta, hogy Marikám, ezt nem engedheted meg magadnak, hogy ilyen hangot adsz ki magadból, borzasztó csipogós voltam, tudod? Nagyon csipogtam. És akkor én összekaptam magam, és akkor próbáltam, de különben úgy nem nagyon, nem is ajnározott engem, hogy jaj, Marikám így, vagy milyen jó, de milyen csodálatos, ez soha nem volt. Ő mindig kritikus volt, és mindig keményen pacekba. És akkor azt mondta egyszer, hogy Marikám, te egy Isten áldotta tehetség vagy, de nem tetsz róla. Igen, úgyhogy így voltam nevelve, nagyon szigorúan, de nagyon nagy szeretetben. Azt lehet látni, tehát ezt nem lehet letagadni, hogy ez az életed, ahogy az Operettről beszélsz, és hát ugye nagyon régóta tevékenykedsz is az Operett színházban. Azt hogy viseled, hogy azért az Operett abban az értelemben mégiscsak egy megosztó műfaj, hogy nagyon sokan lenézik. Nem érdekel. Jó csinálni. A közönség szereti. Aki meg nem szereti, az nem szereti. Hát nem gond. Ez nekem nem probléma, nem okoz gondot egyáltalán. De ezt azért érzed egyébként magad, vagy egyáltalán nem? Mostanában nem. Tehát régebben hallottam ezeket a hangokat, de most megint megnőtt az Operettnek a presztízse, mert olyan előadások készülnek, hála Istennek, ami megmarad a gyönyörű zene. Tehát ez egy technikai műfaj. Kell benne táncolni, kell benne énekelni, és lehetőleg jó színésznőnek kell lenni, vagy színésznek. És olyan módon dolgozzák mostanában már át az Operettet, hogy ilyen mai kornak megfelelően, hogy a közönség az teljesen veszi, a fiatalok is, nagyon, nagyon sok. De azt mondhatnám, hogy még olyan is volt, hogy valaki jött és mondta, hogy a 4 éves kislánya, az interneten állandóan nézi a Ringoválú Csengeré Villámot, vagy a nem tudom én micsodát, mert az a kedvence. Tehát vannak ilyen fiatalok is, akik szeretik, de a 10 évesek is nagyon szeretik, és hát az idősebbek azok egyértelműen szeretik, de mondhatni, hogy most már megfiatalodott az Operett színháznak a nézőközönsége is, úgyhogy most semmi probléma. A soha nem került a képbe, hogy primadonna legyen? Voltam. Igen? Persze, voltam. Hát naiva primadonna. De nem díva. Igen. Hogy játszottam az Iluskát, játszottam a Bokácsóba a Fiamettát, tehát én még musicalben is játszottam, de,
De hát ugye rám az operett jellemző, mert az egyéniségem, meg a karakterem, meg az alkatom erre predesztinál. Az alkatodon mi az, hogy az alkatod erre predesztinál? Hát azért, mert a primadonnának gyönyörű, nyúlánk, magas, karcsúnak kell lenni, ugye? A szubrett meg olyan, amilyen csak vicces. De most már nem a szubrett szerepeket játszom, úgyhogy most már mit csináljak? Úgyhogy most már komikai szerepeket játszom. Drámai szerepet is játszottál, hiszen Arkadinát játszottad itt ezen a színpadon, a Sirályban. Az hogy lett egyáltalán, hogy azzal téged megkerestek? Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Szerintem felfedezték bennem, hogy sok-sok hasonlóság lehet benne. Tehát ahogy az operett primadonnát elképzelik, azt a magamutogató, önimádó, kivagyi, nem tudom én micsoda. Na, elmondom. Úgy volt, hogy a főiskolára a Zsoltér meghívott engem, hogy csináljak egy tanfolyamot az ő alternatív osztályának. Operett tanfolyamot. Na, mondom, kaland. Én nem igen akarok tanítani, mert az nagyon sok energia kell, és most még nincs időm sem, meg minden. És ott bementem az órára, az első órára, és ott voltak ezek a csodálatos, tehetséges fiatalok, és én elkezdtem nekik mutogatni, hogy de mint a szöcske, ugráltam fel, hogy így kell csinálni, úgy kell csinálni, amúgy kell csinálni. És a harmadik órán már azt vettem észre, hogy csak ülök, és nézem őket, hogy hát ezek mindent tudnak, mit tanítsak nekik. Nagyon, nagyon ügyesek voltak, de hát mégiscsak operett volt, vittem nekik ruhákat, flitter, minden, párta, minden megvolt. És nagyon megtetszett nekik, és nagyon nagy örömmel csinálták. És ott volt az osztályban egy fiú, Fehér Balázs Benő, egy nagyon tehetséges fiatal színész gyerek, aki most már azóta rendez is, nagyon jó rendezései is vannak. És akkor hát megcsináltuk a vizsgát, nagyon boldogok voltak, mondták, hogy szeretnék még máshol is előadni ezt a dolgot, de hát ugye nem volt rám mód meg semmi. És akkor a vizsga után kivittem őket Gödöllőre én hozzám, és hát ott megvendégeltem őket, etettem, ittattam, ott is aludtak 11-en, úgyhogy nagy buli volt. Buli volt, igen. Nagy buli volt, és akkor ennyi volt. És akkor rá egy évre, vagy másfél évre, vagy nem tudom, hogy mi, pont a színházzal készültünk, mentünk Tel Avivba, azt hiszem a Bajadérral, igen, a Bajadérral, és egyszer csak fölhívott a Benő telefonon, hogy ő szeretne velem beszélni. Hát kijöttek hárman innen, ki Gödöllőre, és mondták, hogy szeretnék, hogyha én eljátszanám Arkadinát. Hát se köpni, se nyelni nem tudtam, mert hát egy operett, szubrett, egy ilyen drámai szerepet. De aztán közben rájöttem, hogy mi motiválhatta őket. Hát először is szerintem benne volt a népszerűségem is. Ugyanakkor benne lehetett az is, hogy ugye ez a operettes dolog, ez nekem nagyon fekszik. És ugye mindig én vidám dolgokat csináltam, és ez pedig egy olyan volt, hogy amikor az első próbán a fiam úgy kezdődik a dolog, beültem oda, ott ültem hátul, és néztem, hogy majd mondja a monológiát, és akkor azt mondta a fiamat játszó színész, hogy nem szeret az anyám. Mondom, mi az, hogy nem szeret? Az borzalmas érzés volt. Úgy sírtam, mint egy hülye. Na és akkor, de aztán ez a Fehér Balázs Benő, ez addig gyöszötölt engem, ez annyit próbált velem, és annyit így kipróbálta, úgy kipróbálta, amúgy kipróbálta, és akkor nagyon, nagyon elkezdett jól esni. De először, amikor megkerestek, akkor mondtam, hogy nem. Nem, mert én ezt nem, hát nem fogom, azt majd biztos megjelenik a kritikában, hogy mit akar ez már, még ezt is akarja, vagy hogy. Szóval, és akkor, és nem is áll neki jó, meg szóval elképzeltem azokat a kritikákat, amik majd meg fognak jelenni. De végül is nagyon jól sikerült, nagyon jó színészek voltak körülöttem, de tényleg a legjava a mostani színjátszásnak. És valószínűleg hatással is voltak rám, meg a Benőnek a tanítása is, hát ő tanított aztán engem. Úgyhogy végül is nagyon boldog voltam, és jól is sikerült, és nem volt semmi gond, és tetszett a közönségnek. Nem is kaptam rossz kritikát.
Nagyon sokat turnéztok külföldön. Igen. Volt szürreális élményed bárhol a világban? Mivel kapcsolatban? Hát a turnék során például, hogy nem úgy fogadta a közönség, vagy, vagy furcsa helyzetbe keveredtél. Nem. Hát ahova hívnak bennünket, ott azért hívnak, mert szeretnek bennünket alapvetően. Én meg azért szeretek külföldön szerepelni, mert ott teljesen idegen közönség, tehát ott nem tudják az előéletét az embernek, meg minden, és hogyha ott is sikert tud elérni, akkor egy kicsit megnyugodhat. Tehát mondjuk emiatt szeretek külföldön. De itthon szeretek legjobban játszani, a nyelv miatt, mert itt nem okoz problémát, és de külföldön ugye mindig nehéz. Akartak is szerződtetni, meg minden, de olyan nekem olyan otthon az Operett Színház, tudod? És hát volt olyan, de nagyon sok minden volt, tehát volt, hogy a repülő így érkezett meg, meg volt, hogy belénk csapott a villám, meg a minden volt, persze, igen, hogyha a szürreális, igen. Hát az elég szürreális azért, hogy belénk csap a villám, tehát. Igen. Sokat voltatok Németországban. Igen. Én úgy tudom, de aztán javíts, hogyha nem jól tudom, hogy te nem igazán beszélsz németül. Akkor még nem, most már igen. Tehát a szerepeimen keresztül nagyon sokat tanultam. Mert azt mesélték kollégáid, hogy viszonylag csekély nyelvtudással te olyan szinten értetted meg magadat a bolha piactól kezdve, a nem tudom hogy. Igen. Hát ugye nem csak 25 éven keresztül jártunk ki, de hát ugye az első években megtanultuk, mint a papagáj, bár én iskolába tanultam 8 évig, de valahogy nem fogadt meg bennem. És akkor, amikor az első időkben kint voltunk, akkor természetesen nehezemre esett. De hát ezeket a történeteket már úgy nagyjából tudják, hogy bementem a boltba, és akkor akartam venni babérlevelet, mert ugye krumpli főzelékbe, vagy valamit főztünk ott, vagy nem tudom micsoda. És akkor nem tudtam, hogy mi az, hogy babérlevél. És akkor mondtam, hogy oda mentem az eladóhoz, és akkor mondtam, hogy bitesön, Julius Caesar Blätter. Ez volt az egyik, a másik meg az volt, hogy ízét akartam venni, mazsolát. Mazsolát, és akkor azt sem tudtam, hogy mondják németül, hogy mazsola, de ezt tudtam, hogy a szül a Straube, és akkor mondtam, hogy bitesen, ich möchte einkaufen wie diese, aber... Tehát sok ilyen volt, és ez ugye a kígyó bőrtáska, tehát sok ilyen volt, de ez nem okozott problémát. De hát ez a bolha piac, hát ez egy csodálatos dolog. Volt akkor még, ma már nem annyira, mert tényleg kivittek egy ilyen nagy terület, tele volt árusokkal, de akkor még úgy volt, hogy az emberek a saját dolgukat vitték ki, de olyan bontatlanul, olyan még be volt csomagolva, meg mit tudom én, karácsonyra kapták, de nem volt jó nekik, vagy nem tudom, de csodálatos dolgok voltak. És akkor mondták nekem, hogy nagyon rabulejtett az engem, rabulejtett. És akkor mondták, hogy Marika, itt ez egy bolha piac, ez nem egy bolt, és itt alkudni kell. És akkor mondom, hogy jó, hát majd alkuszom. És akkor, hogy wie viel kostet? De ein Mark, zwei. Akkor imádtak téged, igen, tehát, hogy ez nem volt probléma. Igen, olyan is volt, hogy ott volt egy csodálatos ilyen akhárból egy ilyen állólámpa. Gyönyörű kövekből, és szép volt a búrája, csodálatos volt, és valami nagyon olcsó volt. De én még abból is alkudtam, aztán már mikor már... És akkor, de mondtam, hogy én most ezt itt hagyom, mert hát én még megyek és nézelődök, nem akarom a hónom alatt cipelni, meg minden, mentem volna vissza, és egyszer csak az egyik kolléganőm, ki volt az egész színház persze, és jött az egyik kolléganőm, hogy Marika, képzeld el, egy másik nő alkuszik a lámpádra. És akkor mit tudom én, az rápakolt még egy 10-est, vagy egy 20-ast, vagy nem tudom én micsoda, és mentem vissza, és úgy kézzelában mutogatom, hogy ez nem lehet, hát mi megalkuttunk, ez most már az enyém, ez nem lehet. De mondja, hogy ő az több pénzt ad érte. Na hát erre oda mentem, a fülébe súgtam, hogy
estére kap a Deutsch-Theaterbe két jegyet. Így csinált a nőnek. Enyém lett a lámpa. Tehát rátermetnek kell lennie ezeken a helyeken. Úgyhogy, de sajnos itt Magyarországon, itt nem tudom, itt valahogy nem tudom, hogy hol van, vagy van-e, meg nincs is időm most már, sajnos ez már múlt. Arra viszont most volna időt, hogy mi arra gondoltunk, mert ezt szemmel láthatóan jól ment neked, hogy így elmutogatod a mazsolát, meg a babérlevelet, hogyha mondanék egy-két ételt, mert azt tudom, hogy nagy előszeretettel főzöl, tehát nyilván el kell menni egy bevásárolistával, hogy megpróbálod nekünk elmutogatni? Hát megpróbálhatom. Na. De majd ha nem jó, akkor vág ki. Na, bízhatsz bennem. Igen. Csirkecomb. Ilyen volt egyébként, ilyen volt, azt hiszem Lipcsében voltam, egy vásár volt, és akkor ott ezeket a grill csirkéket árulták, és akkor mondtam, hogy igen, ilyen volt. Fűrítojás. Fűrítojás. Fűri, hát mondjuk a fűri az... Töpörtyű. Nem, ez nem jó. Töpörtyű. Ehhez mondjuk ismerni kell téged. Szegfűszeg. Hát... Szegfű. De ez lehet kalapács is, bocs. De hát, ha rájönnek egy élelmiszerboltba. Tőkehal. Tőke? A tőke az nehéz. Hát a halott... Igen? De a tőke azt nem tudom. Igen, az is jó. Próbáljuk meg ezt, hogy vesepecsenye. Vese. Pecsenye. Nem tudom. Na még egy utolsót várjál, hogy úgy fejezzük be, mert akkor a vesepecsenye majd nem lesz benne. Igen. Hogy mondjuk sütőtök. Sütő. Vigyázz a frizurádra! Szoktál egyébként ilyeneket játszani a kollégáid? Nem. Nem? Semmilyen? Nem. Nem szokták kérni? Mi komoly emberek vagyunk, ne haragolj. Ja, bocsánat, tényleg. Igen. Enni szeretsz, ha már bevesz? Nagyon. Nagyon szeretek. Hát látják. Mindent egyébként? Tehát Igen, és szeretem a külföldi ételeket is megkóstolni. Tehát ugye Japánban is sokszor voltunk, meg Tájföldön is, meg ahol ezek a csípősek, mondjuk Japánban ott nem csípős, de Tájföldön csípős, és azt imádom. Egyszer volt úgy, hogy majdnem lestem a székről, mert már majdnem agyvérzést kaptam, annyira erős volt, hogy éreztem, hogy így lüktet a homlokom. Igen, szeretek enni. Mennyi, amikor főzöl, akkor abból arányaiban mennyi az, amit te termesztesz otthon? Hát... A zöldségeket mindenképpen, tehát a paprika, paradicsom, répa, ilyen padlizsán, tök, cukini, tehát ezek megteremnek nálam. Retek, minden ilyesmi. Már a paradicsom már most kell fönn a pesti lakásba, mert azt majd viszem ki Gödöllőre, mint palántát. És, de ugye egyébként nem tartok csirkét meg disznót. De egyébként ugye azt mondtad, hogy nincs időd, de arra hogy van időd, hogy foglalkozz a zöldségeid? Azért nincs időm, mert foglalkozom ja. vele. Is, azzal is, igen, igen. Tehát nagyon szeretem a kertészkedést, nagyon szeretem a természetet, és érdekes módon, tudom, hogy a színésznőkre ez nem jellemző, én imádok takarítani, én imádok mosogatni, én imádok szekrényt pakolni, és egyáltalán minden olyan tevékenységet szeretek, ami olyan sikerélményt ad, tudod?
És akkor ezért nem tudnak olyat mondani, amihez nekem ne legyen kedvem. Mert minden olyan dolog, ami valami hasznot hajt, vagy valami olyan, ami... Tehát olyan, mint hogy egy premier lenne. Tudod, amikor szépen otthon rendet csinálok, és mind akkor megnyugszik az ember, és akkor azt mondja, hogy jaj, de jól érzem magam, mert rend van körülöttem. Mert egyébként meg eléggé eklektikus életet élünk, tehát olyan értelemben, hogy nem mindig van rá idő, de úgy igyekszem, hogy azért úgy rend legyen körülöttem. De ezt egyébként én tudom bizonyítani, hogy mennyire szeret Marika alkotni, mert tényleg nem hagytam sokáig magára az öltözőben, de amikor visszamentem, akkor mutatta, hogy és akkor vartam magamnak egy pártát, és megmutatott egy gyönyörű lila pártát gyöngyökkel. Kigyöngyöztem, igen. A párt már, az már megvolt, de még a gyöngyöket rávartam, úgyhogy kész van. De az mire készül egyébként? Fellépésekre. Tehát ahogy megyek az országot, járom, sokszor járom az országot, és akkor hát már elunok egy-egy ruhát, és akkor kell, hogy legyen egy másik, és akkor ahhoz készült. Magadnak készítesz mindent? Hát nem mindent, mert azért van egy csodálatos varrónőm, de tehát az is mondjuk, nincs annyi időm, tudod, hogy azért, hogy egy ruhát megcsináljon. Régebben csináltam, tehát volt olyan, hogy egy éjszaka megvartam egy ruhát, mert másnap egy tévéfelvétel volt, és én azt szerettem volna egy függönyből. És akkor nagyon jó lett, csipke volt. Igen. Mindig jókedvű vagy? Alapvetően jókedvű vagyok, de nem hülyeskedek állandóan. Mm. Tehát én nagyon szeretek egyedül lenni, én nagyon szeretem nem a magányt, hanem az egyedüllétet, amikor én döntöm el, hogy mikor, mit csinálok és hogy. Tehát azt mondjuk nagyon szeretem. Szomorú? Nem nagyon vagyok szomorú, mert nem engedtetem meg magamnak. Mert egy életem van, és azt nem mindegy, hogy élem le. Tehát, hogyha engem valami baj ér, vagy valami bánat ér, vagy ha olyan dolog, ami ellen nem tudok tenni, akkor nem tudok mit csinálni. Ha meg tudok tenni, akkor inkább olyankor mérges leszek, vagy dühös leszek, vagy egy kicsit olyan azért is, tehát ilyen durcás, és akkor az úgy kikever belőle. Akkor úgy rendbe teszi az életemet, mert akkor úgy irányítom a dolgokat, hogy azokat a hibákat, vagy gondokat, vagy bajokat, azokat megoldjam. De hát így ehhez azért, hogy mondjam, elképesztő lelki erőre van szükség, mert nyilván mindenki szeretné magát egy másodperc alatt kirángatni a rossz kedvéből, meg a letargiájából, de azért nem mindenkinek sikerül ilyen egyszerűen. Ez nem egyszerű, ez gondolkodás kérdése. Tehát, hogy a filozófia. Filozófia, és mivel valószínűleg gyerekkoromban én megkaptam az indítatást, és ezt fejleszteni lehet. Mindent fejleszteni lehet. Tehát a rossz tulajdonságokat is lehet fejleszteni. Már nem úgy, ellene. Tehát, hogy az ember kiküszöbölje azokat a dolgokat, ami olyan saját magának rossz. Mert hogyha én irigy vagyok, vagy féltékeny vagyok, vagy valami rossz van, akkor az nekem rossz. És akkor rájön az ember, hogy ez teljesen felesleges, és akkor ennek a visszáját próbálom, és akkor ki tudok belőle keveredni, abszolút. Azt hogy csináljátok, hogy az Operett Színházban legendásan jó a hangulat, és legendásan szeretik egymást a színésznők is? Mert azért ennek vannak ellenpéldái másról. Tehát van olyan, tényleg van olyan, hogy rivalizálnak, meg féltékenyek, de... valószínűleg, hogy ez inkább a kevesebbek. Tehát nem ez az általános. Vannak ilyenek, és akkor ezt úgy fölkapja a néző meg a közönség, hogy jaj, de érdekes. De közben nem úgy van, mert segítjük egymást. Tehát ahol olyan, mint egy nagy család, most miért legyek arra a másikra féltékeny? Hát, hogyha az nem lenne, akkor lenne egy másik, akire féltékeny lehetnék. Tehát meg valószínűleg a sport is közrejátszik, mert ugye mindegyikünk valamilyen sportot űz, és ott megtanultuk azt, hogy az egészséges rivalizálás mi.
Tehát nem gyilkolni a másikat, meg rosszat mondani rám, meg megölni, hanem igyekezni, hogy én megálljam a helyemet, és én a színpadon olyan produkciót csináljak, amiben nem lehet belekötni. És akkor a másik is megcsinálja, hiszen nem minden nap egyszerre vagyunk színpadon. És van, aki ezt szereti, van, aki azt szereti, kinek a pap, kinek a papné. A videóban megkérdeztük tőled, hogy mit nézel meg először egy férfin. Közölted azt, hogy hogy néz ki. Mit nézel meg másodjára? Tehát igen. Hogy kell kinéznie egy férfinek ahhoz, hogy te rajta felejtsd a szemedet? Legyen esztétikus. Hát, nem azt szokták mondani, hogy csak egyen legyen szebb, mint az ördög, de jó, jó, nézzen ki jól, ne legyen mosdottalan, ne legyen olyan... nagyon fontos az én szempontomból, hogy humorérzéke legyen, hogy huncut legyen, hogy játékos legyen, és ugyanakkor legyen esze. De hát van ilyen. Az első szerelmedre különben emlékszel? Hát hogyne? Hát hogyne? Hát a mai napig is az első. De elváltam tőle. És milyen volt tényleg? Hány éves voltam, amikor meg... Amikor megismertem? 18. 18. A főiskolám. Mm. Igen. De hogy mondjam, én hűséges típus vagyok. Én a szakmámban is hűséges vagyok, az életben is hűséges. Magamhoz vagyok hűséges. Nem valakihez, magamhoz vagyok hűséges. Ugye az operett műfajában azért nagyon jellemző, hogy az operettek többsége a szerelemről szól, és nyilván, igen, hogyha nők szerepelnek, akkor kell mindenképpen, hogy legyen ott egy férfi is a közelben, úgyhogy gondoltuk, hogy hívunk egy férfit Marika mellé, úgyhogy fogadják nagyon sok szeretettel itt a Krizsó színpadán Faragó András Topit. Gyere, foglalj helyet, mi nálunk. Köszönöm szépen. Jól vagy, minden rendben? Hogy? Jó, nem unatkoztál, hát tud? Hát, egy-egy történetet azért már én is hallottam Marikát, de hát van bőven. Miért? Teljesen kivagytok fordulva egymástól, mint egy ilyen V-betűt formáztok a testetekkel. Hát, hogy elférjünk. Jó. Nektek ez egy nagyon-nagyon régi keletű a közös munka, hiszen te még talán főiskolás voltál, bizony, nem? Amikor először dolgoztatok. Hát 86-ban. Menj a telefon. A telefon, bizony, egy olasz musical. Olasz musical volt. Timár Béla rendezte, és hát egy nagyon érdekes dolog, egy világvége történet volt, egy Noé bárkája, ahol letelefonál a jóisten a papnak, hogy csomagoljon, mert jön a víz, ez a Marika, abba is ugye. Naiva primadonna. De elcsábítottam a papot, bocs. Igen. Szóval hiszem ez volt az első közös darabunk. Azt te is alá tudod támasztani egyébként, hogy nagyon jó a hangulat az Operett Színházban, mert én így csak hallok történeteket, de hogy... Teszünk róla. Igen, nem hagyjuk a szomorúságot. Nem, hát mindig vannak problémák, mindenhol vannak, de hát nem azon kell lovagolni, hanem azért az öltözőbe, a színpad háta mögött, a nem tudom. Meg hát ugye azért lássuk be, ez egy vidám műfaj. Kivéve ugye Mosolyországát, meg mit tudom én, de hát azért azt azért sírós szemmel ilyen üzővel játszani az operettet, tehát eléggé unalmas lenne, vagy hogy mondjam, nem. Nem, alapvetően jó lelkű, jó kedélyű emberek vagyunk. És nem csak mi, hanem a társadalom. Hát hogy nem. Ti sokat jártok közösen fellépni? Előfordul. Igen, izgalmasak azok is. Pláne, amikor ugye majd a telefon, hol vagy? Hát még én még itt vagyok, még nem tudom, Jászkara Jenőn. De mondom, Marika, hát fél óra múlva nekünk már tökölön kéne. Tényleg? Akkor sietek. Úgyhogy vannak ilyen, megülünk a kocsiba, és
Azt mondja, figyelj már, nekem már fél óra múlva nem tudom, hol kéne. De mondom, Mari, hát még akkor még irogattad a vizét, még alá, meg nem tudom még. Na még akkor egy kis pogácsát, na még igen, akkor egy kis, igen, akkor haladjunk. Nagyon jó történetek vannak ezzel kapcsolatban. Már nem olyan értelemben, amikor felújították például az Operett Színházat. És akkor hát jöttek az új szabályok, hogy így kell, meg úgy kell, mi csak a színész bejáron mehetünk be, nem szabad bemenni. Hát a fő bejáron. És hát most meg már új lenyomat is van, meg minden, de akkor... Ez most tök komolyan mondod? Igen, csak hát úgy igen, tudunk igen, bemenni. Na és akkor majd jön aztán a retina is. És akkor odaállítottak a portára, mindig ott valami gyereket odaállítottak, egy kis fiatal gyerek. Azt sem tudta, ki kicsoda a színházba, vagy mi, hogy, mint. És akkor én meg mentem, marhára el voltam késve a próbáról, és átroncsoltam a főbejáraton, ahol nem volt szabad akkor, mert akkor a színészek is csak hátul a művészbejáron. Én nekem meg rohanni kellett, mert már egy perc múlva már ott kellett lennem, és megyek, és ez ki volt adva ezeknek, hogy oda nem mehet be senki. És akkor ez a kis fiatal gyerek azt sem tudta, hogy én ki vagyok, vagy mi vagyok, vagy hogy, vagy miért. Csak azt látta, hogy megyek be nagy elánnal a hiszébe. Színházba, és megállt, bocsánat, hova tetszik menni? Hát mondta, be, próbára. Micsoda? Mint világsztár! Azt mondta, hogy ott áll a gyerek. Tehát a jó kedv az még a portánál is hat. Igen, hát előfordult, hogy is játszottuk az Ibusár című darabot, aha, ami elég lepattan dolog, és a Leocki Zsuzsi ilyen öreg asszonynak öltözve, nem tudom, és akkor ment ott a nézők között a hátsó öltözőbe, a raktárszínházba, és mondták, hogy majd a WC-be kéne papírt vinni, mert ott a nem tudom, hanyadik fülkében nincs. Mondtam, hogy mindjárt ezt ennyit a Kossuth díjasokról. Igen. Nekem meg egy férfi azt mondta, művésznő, jaj, de boldog vagyok, hogy így élve látom. De nektek ott nagyon komoly rajongótábor van, nem? Tehát rendszeresen, amikor arra megyek ott a Nagymez utca felé, akkor egy-egy előadás igen, végén van olyanok, akik állandóan jönnek, állam. Minden előadáson ott vannak. Vannak igen, most már is. Nem csak az autogram, hanem ugye most már van ez a fényképezős megoldás, igen. de az ott mindig állnak. Tehát ez egy folyamat. De ezek ilyen vad rajongók, tehát, hogy... Vegyes. Igen, de van, akivel már köszönő viszonyban vagyunk, van olyan is. Vannak állandóak, de tehát, hogy mindig. Aha. Előbb úgy fogalmaztál, Topi, hogy... Mert nem is tudom visszaidézni, de valami ilyesmi volt, hogy sok baj van, tehát hogy meg késik néha, mint ezt most így akkor megtudtuk, de hogy nem, mindig... én mindig ott vagyok mindenhol. Nem baj, nem, mert baj. Ott vagyok akkor is, csak figyelmeztetni apróbb dolgok előfordulnak, például elkezdem a második felvonást mondjuk a régi nyárban, és akkor az ügyelő szó kezdés, stb. Majd Marinak be kellene jönni, ugye én koketálok a nézőkkel, és mondom, jaj, tehát arról szól a dolog, hogy én be ott a nézőket, hogy jól ülnek, mindegy, itt holnap este nem maga fogám ülni, majd minden estére, majd mikor jönnek, és egyszer csak Marikának be kéne jönni a hátam mögött, aki sehol. Én még beszélek, megbeszéltem már, nem tudom kivel is, mit vásárolt ma, hónap hova megy, ezért a szomszédja, a betege, nem tudom, még mindig beszélgetek, és aztán egyszer, és ki is megyek, mert nem, teljesen meg, és nagy nehezen, Mari, és azt mondja, de ott voltam az öltözőbe. Mondom, nem tűnt föl, hogy egyedül vagy. Tehát ilyen, én szeretem a kihívásokat, tehát azért nem jöttem zavarba, de aztán megjelent is, mint ami se történt volna. Egyszer az egyik kollégám, már ültünk a büfébe, én ott valamit kötöttem, vagy nem tudom én micsoda, és egyszer csak fölugrok, hogy te, nem késünk le? Azt mondja, hát lekéshetünk. Igen, ilyen apróságok vannak. Elárultál nekem valamit azzal kapcsolatban, hogy Marival mi az igazi problematika, mire kell odafigyelni,
Mert ugye amikor elkezdtük, és én megkérdeztem tőle, hogy nem cigány kerekezve jöttél be, akkor azért az nem volt véletlen. Jaj, hát elmondhatjuk, hát magunk közt vagyunk tényleg. Tehát Marinak a ruhatárából sok esetben az a... Na. Tehát, hogy nem mindig hord bugyit, hát van ilyen, na. De hát ez nem egy akkora titok. Ez csak akkor izgalmas, amikor volt egy próba, és a fiúknak lett volna egy emelés például. Na most, állj, az egész nincs rajtam bugyi. De aztán volt, olyan is volt, hogy fellépni voltunk, nyár volt, és gyönyörű piros ruhába, és hát akkor cigánykerék azért az benne. De már amikor lendítettek, akkor innyi bassza meg, hát fehér bugyi van rajta piros helyet, de most na, de akkor most már elmondom, hogy Debrecenbe mentem, vasárnap volt. És mindent bepakoltam, de hogy mentem, vezettem az autót, Jézusom, nem tettem be, nem tettem be. Jézus Máriám, most mi lesz? Mit csináljuk? Vasárnap van, nem is tudok sehol se venni. És akkor, hát mondom, hogy valakiről leszedem. Mekkora ötlet? De nem az, hanem tudtam, hogy kollégák és kolléganők is vannak, hát van azért, be van téve, tehát... És akkor... Nekik, és, be volt téve. És akkor megyek, júj, hát ott egy Lidl, júj, akkor oda bemegyek gyorsan, veszek egyet, tehát hátra van. De csak tangák voltak. Hát most mit csináljak? Hát vettem egy férfi boxert, aminek elől volt olyan kitüremkedés. Hát mondom, hogy csak nem vehetek föl, de megfordítottam is a hátamra. Úgyhogy azért vannak megoldások. Fő a találékonyság. Most ott nemrég egy bemutatótok, a Macska Démon, ami egy musical, és abban mindkettőtöknek van szerepe. Ugye Marika Bori néni, te pedig igen. Máté bácsi vagy. Hát, a változatosság kedvéért férj és feleséget. Igen, de arról szól a darab, csak gyorsan elmondom, hogy egy tibeti mondta szerint, ha egy macskadémon beköltözik a házba, szerelmes lesz a háznak az úrnőjébe, és addig nem nyugszik, míg egy szerelmes csókot nem kap tőle, addig tombol, gonoszkodik, minden botrányt megcsinál a házba. Tehát eltörik a csővezeték, elönti a házat, a kislány, aki az egyik lakó, az bulémiás lesz, a fiú, aki ott lakik, az depressziós, alkoholista lesz, én meg pasizok, és otthonba akarom tenni, tehát a gyámságom alá akarom venni a férjemet, és akkor ez a macska démon, ez mindenféle alakban megjelenik. Nekem szeretőnek, a kislánynak szerelőnek, barátnőnek, neki ivócimborának, és ez egy ilyen weak horror musical, most milyen címet is adtak neki, valami lakótelepi... Igen, és ez a Karafiát Orsolya és a Bella Máté közösen hozták létre. A Bella Máté egy isteni jó zeneszerző, nagyon jó dalokat írt. A Karafiát Orsolya az meg egy nem is tudom milyen fantáziával rendelkező nő, mert ahogy ezt összehoztam... Kicsit elvetemült a dolog. Hát ez egy őrületes a dolog, és nagyon érdekes figurák vannak benne. Különböző, én ilyen parókákban vagyok, ilyen hatalmas... Parókamánia? Parókamániás vagyok, de ilyen Mária Antoinett szintig. Tehát, na jó, a végén egy csillárba jön. Igen, a végén, nem végén, tényleg. Végén ugyanaz a csillár van a fejemen, ami az Operett Színháznak, vagy ennek a Kálmán Imre Teátrumnak a csillár, egy ugyanolyan csillár van a fejemen, és közben azt mondom, hogy nem is hordok parókát. Igen. De Zorsi lehet, hogy magáról írtam, mert ő parókamániákus. Vannak dolgai neki is. Igen, ez ő. De mondta is, hogy alapvetően... Az ő albérletéből jött ez az ötlet, mert valószínű, hogy ott olyan lakók voltak. Úgyhogy... Ez volt a legutóbbi kalandunk. De ezt szeretitek, mert ahogy így elnézem nagyon, az arcodat, hát inkább döbbet vagy, mint boldog. Ez egy abszurd dolog. Másfa, ez nem az operett. Aha.
De az milyen nem baj, lett? Tehát igen. Milyen csönd lett? Nem, hanem hogy nagyobb mindenkinek öt szereplős az egész, plusz a kellékes, aki mindig behozza a mikrofonokat, elviszi a tejföltbe akkor a marhaság. És jaj, táncos nők, szép táncos nők. És van négy táncos nő, és mindenki egy jó karakter. Aha. Tehát ebben az a poén, hogy arányaiban nagyon jó ki van. Igen, találva. És nekünk van egy, neki is van egy szólója, nekem is van egy szólom, és van egy duettünk, ami régi slágerek címeiből van összerakva. Hát igen. Egy szerelmi duett tulajdonképpen, az alkoholista Máté bácsi és a volt, a mi rég múltunkról. Nem szerelmi, inkább hát, ilyen, hogy utálkozós, csak úgy visszaemlékszünk a régi időkre, amikor még nem volt a Macska Démon, és még szerettük egymást, és szerelmesek voltunk egymásból. Füredi Annabál. Igen. Na, be van rúgva, és nem emlékszel Füredi Annabál. Hát találkozott a tekintetünk. Hát izzott a levegő, és azután jön ez a duett. Igen, de szemrehányást teszünk egymásnak, hogy mikké váltunk ez alatt a 30 év alatt, amíg ez a démon tönkretett bennünket. De hát ugye nem tudtuk, hogy ezt a démonnak köszönhetjük. Ez csak hát igen, de aztán kiderül, és akkor utána megcsókolom a démont, és utána jól lesz minden. Ez lesz az a dal, amiben most minket megörvendeztetek? Igen, úgyhogy... Úgyhogy ne lepődjenek meg. Igen, ne tessenek meg lepődni, egy teljesen más dolog lesz. Hát akkor hölgyeim és uraim, akkor hallgassuk meg a Macska Démon egyik dalát, Oszfald Marikától és Faragó Andrástól. A mikrofonok. Azt köszönjük. Nem kell, itt van. Kérjük a megértésüket. Ő részeges, én meg acsarkodós. Mások vittek rossz utakra, de te mentél szívesen. Minden éjjel elszülleni egy rendes ember nehéz. Hol van már a mese autó? Elvették a jogsidat. Egy tunaparti csónakházba ittad pocsékra magad. Hogy elfelejtsenek, itt a, hogy megnézzenek.
Szilágy Marika és Faragó András voltak a vendégei. Marika és Faragó András. Remélem, hogy jól szórakoztak. Vigyázzanak magukra, áprilisban örülnék, ha találkoznánk, április 24-én akkor Máté Gábor és Kemény Dénes, és május 14-én Molnár Piroska, de én jó néven veszem, hogyha dobnak be egy-két névötletet Molnár Piroska mellé, hogy kinek örülnének. Tessék? Na tessék, Kepes András, még névötlet? Litkai Gergely. Litkai Gergely. Kicsoda? Jó, de már volt? Ő is volt. Kőhalmi. Na jó, akkor van egy-két stand-upos, van egy Kepes Andrásunk, írónk. Kutvölgyi Zsike. Jó, akkor ebből elkezdek gazdálkodni, jó? És várom önöket sok szeretettel, addig meg vigyázzanak magukra. Viszontlátásra!